Nos, először talán a magyarországi vendéget kérdezem, hogy hogy érzik magukat Vajdaságban? Nagyon jól érezzük magunkat. Ugye ez a kapcsolat már régi közöttünk, a szabadkai és a magyarországi Caritasok között, és most ezt szintén szerettük volna továbbvinni, megújítani, hogy eljöjjünk ide és jobban ismerkedjünk meg, vegyük fel a kapcsolatot, nézzünk körbe a milyen szociális intézményekkel, feladatokkal vannak a szabadkai Caritas munkatársai, és akkor mi is meg tudjuk találni azokat a pontokat, hogy hol tudunk esetleg jobban együttműködni, bár azért vannak már eddig is együttműködéseink. Két napja vannak már itt, ha jól gondolom. Miket tapasztaltak így első körben? Hát azt mondja, nagyon széles körű a tevékenysége a szabadkai egyházmegyei Caritasnak, és azt, hogy nagyon fontos az, hogy a magyarországi és az itteni magyarok ilyen szinten is a Caritasok között is kapcsolatot tartsanak, és ez tovább erősödött bennünk, hogy ezt nem fogjuk hagyni, hogy ne legyen kapcsolat. Litz Gábor, kérdezem a szabadkai Caritas vezetőjét, hogy pontosan a program mi volt, merre jártak a napokban? Tehát úgy próbáltuk összerakni a programot, hogy a vendégek tudjanak látogatni olyan intézményeket is, amit önkormányzatok működtetnek, olyan intézményt, amit Caritas működtet, és olyan intézményt, amit más civil szervezetek működtetnek. Tehát igazából negyedik alfaja nincs ennek, és akkor ezért Kanizsán, Horgoson kezdtük rögtön, ott megnéztük a bárkát, ami gyakorlatilag egy másfél hónapja lett megnyitva, ez az egyik legfrissebben megnyitott napközi a sérültek számára. Utána Kanizsán megnéztük a fészek napközét, ahol hátrányos helyzetű gyerekek vannak iskola előtt és iskola után. Utána pedig barátkoztunk, ismerkedtünk, voltunk kint Paskó Csaba atyánál a templom látogatáson, és tegnap pedig Zentán voltunk, néztünk idősek napközéjét, ingyen konyhát, amit a Caritas működtet, akkor Óbecsén megnéztük a Szent Rokus napközét, ahol szintén sérült felnőttek vannak, majd utána megnéztünk két lurkóházat, a Becsei lurkóházat és a Dreai lurkóházat, és utána pedig még egy nagyon fontos találkozó volt, egy plébániai Caritasszal találkoztunk Csantavéren. És valamikor fél 11-kor hazaértünk. És a mai program, ez mi lesz? Megpróbáljuk megnézni a várost. Én mondom a vendégeinknek, hogy nálunk van olyan nap is, amikor nem esik az eső. Nem nagyon hisznek nekünk. Tehát megpróbáljuk megnézni a várost, igen. És utána átmegyünk Újvidékre. Megnézzük az Újvidéki Dekanátusi Caritast, és megnézzük azt a napközit, azt a roma óvodát, amit ők működtetnek ott. És utána a vendégeink átmennek a Bánátéja és a Nagybecskereki Egyházmegyébe. Mik azok a dolgok ez a két nap alatt, amit tapasztaltak, amit úgy éreznek, hogy átvihetnek Magyarországra, vagyis alkalmazni tudják a magyarországi viszonyok között? Hát először is nagyon fontos az, hogy hasonlóképpen működik a két szervezeti hálózat. Ugye mind a kettő az önkéntes csoportokra épül, és emellett van egy intézményes ellátórendszer, amely szociális feladatokkal, segélyakciókkal is kiegészíti a munkáját. És nagyon jó volt látni például azt, hogy a csoportok is itt milyen erősek, a helyi plébániai Caritas csoportok, és hogy mennyire szerteágazó tevékenységet visznek tovább. De azt is nagyon jó volt látni, hogy a Szabadkai Egyház Megyei Caritas központilag is milyen jó feladatokat irányít, mind itt a fogyatékkal élők terén is, más feladatok során is. Nálunk is hasonlóképpen mindkét területre próbálunk fókuszálni, mind a szervezett intézményes rendszerre, mind az önkéntes hálózatra. Úgyhogy ez mindenképpen hasonlóság. De amit keresünk, és azt gondolom, hogy folyamatosan találunk, és azok az együttműködési pontok, hogy hogyan tudunk mi itt jelen lenni, és nyilván egy-egy krízis helyzet ezt egyből meg is oldja, hogyha van ilyen, volt már korábban is, ugye árvízi kérdés, akkor sem volt kérdés az, hogy a magyarországi Caritas jöjjön ide, vagy volt például a menekült krízis, amikor szintén próbáltunk mi szerepet vállalni, de ilyen például az orvos misszió kérdése is, amikor szintén erre a területre itt Délvidék területére is eljön. Ha jól tudom, 2017-ben indult el a katolikus Caritas orvos missziója. Mit kell erről tudnunk még? Azt mindenképpen, hogy alapvetően a magyarországi orvosokból, ápolókból és olyan önkéntesekből áll, akik mindenképpen szeretnének határon túli magyarokat segíteni, és főként Kárpátaljára és Délvidékre célozzuk ezt a tevékenységet. Gyakorlatilag már közel 50 fő vesz részt ebben a tevékenységben egy év során, és 15-20 alkalommal mennek ezekre a területekre. Idén például itt Délvidéken már másodjára voltak. Most ez elmúlt hétvégén pont itt voltak Múzsián és Dreán. Mi történik ilyenkor, amikor itt vannak?
Ilyenkor minden, az történik, hogy elsősorban gyermekeket, de felnőtteket is szűrnek több területen. Van ortopédiai, fogászati, szemészeti szűrés, de például felnőttek számára egy általános orvosi szűrés mellett például nőgyógyászati vizsgálatokat is végeznek, és csak hogy néhány adatot is hagy említsek, itt az elmúlt hétvégén itt 132 felnőttet, 98 gyermeket vizsgáltak meg, és például 46 szemüveget írtak föl, és 28 talbetétet, 54 nőgyógyászati szűrés történt meg, és ami nagyon fontos, hogy már sikerült kialakítani azt a rendszert, hogy nem csak vizsgálnak, nem csak szűrnek ezek az orvosok, hanem megpróbáljuk a magyarországi hálózatunkkal támogatni is a munkájukat olyan módon, hogy az elkészült szemüvegeket mi finanszírozzuk, és visszajuttatják egy következő alkalommal az itteni gyerekeknek szükséget szenvedőknek. Ez van a következő kérdésem, hogy a szűrést követően végig követik ki a betegnek a további sorsát, tehát nyomon követik ki, hogy mi történik a beteggel, de ezek szerint akkor támogatják őket a jövőben is. Mindenképpen, tehát úgy végzik az orvos missziót, feladatait, hogy az orvosok mellett adminisztratív munkatársak is önkéntesek jönnek, akik vezetik, hogy mi történik, és az az egyik fő cél, hogy mindenképpen egy éven belül visszatérjenek ugyanarra a településre, és ugyanazokat a gyermeket, személyeket még egyszer megvizsgálassák, és ahogy megnézik, hogy az átadott eszközök vajon hogyan használtak. Most a vendégek még itt vannak, de terveznek-e egy következő alkalmat, mikor látogatnak újra magyarországi vendégek önökhöz, a Caritashoz? Vagy esetleg mennek önök Magyarországra? Szerintem ezt majd az alkalom fogja szülni, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni. Én azért azt gondolom, hogy havi szinten azért mi valahol találkozunk, és a több sűrűben kommunikálunk, ami nagyon jó, mert egy másik országos karitasszal sincs ilyen intenzív kommunikációnk. A szabadkai karitasznak most mik a legfontosabb teendői feladatai mostanság? Hát ugye mi minden év kezdete nekünk nagyon nehéz, mert minden önkormányzattal újra szerződési viszonyba kell kerülnünk, és hát most vagyunk valahol ott, hogy az utolsó önkormányzattól is már várjuk a szerződést, és persze ettől függetlenül a házi ápolási szolgálatok mindenhol mentek, tehát január 3-án is a munkatársaink elmentek dolgozni, annak ellenére, hogy valahol mondjuk rá csak majd áprilisban lett meg a szerződés. Úgyhogy ez volt nekünk a legfontosabb, hogy minden munkatársunk alatt és mögött egy szerződés legyen, amivel ugye az ő fizetésüket tudjuk biztosítani. A Becsei Ház, ez egy nagy feladat most nekünk, mert egy éve, hogy működik az a napközi, és most azon fogunk ebben az évben dolgozni, hogy a licensre, tehát összegyűjtjük a dokumentációt, szükséges iratokat, bizonylatokat, és hogy lekérjük a licenst, és mondjuk rá jövő májusában, hogy ezzel mi már rendelkezni tudjunk. Ez egy hosszú, nehéz folyamat, de hát azért vagyunk itt, hogy megcsináljuk.